A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége óriás színes ruhainstallációkkal ünnepli a magyar hagyományokat. A kiállítás a népművészet és öltözködés kultúra elemeit, színeit, motívumait idézi fel és gondolja újra. A taxi művészeinket, akik rendkívül magas színvonalon űzik a úgymond szakmájukat, mert Ferenci díjasok, egyetemen oktatnak. Felkértük őket, és a hagyományt adta meg Márta a hívószónak. Fontosnak gondoljuk, hogy a magyar hagyományból újra gomboljuk tulajdonképpen, amit lehet, és közel hozzuk az emberekhez, akár egy ilyen látványos formában is a saját nemzeti kultúrkincsüket. Ide ezek közé, a körülmények közé 15 babát tudtunk hozni. A legközelebb a hagyományos viselethez az egyik erdélyi viselethagyományt, meg hímzés, párnahímzés hagyományt mutató baba van, de alapvetően mindegyik inkább úgy gondolkozott, hogy egy-egy jellemző elemét emelte ki a különböző viseleteknek. A szobrokon megjelennek a karakteres székely, kalotaszegi és matyó motívumok, de a bútorfaragások formáit is felfedezhetjük rajtuk. Alapvető szimbólumok is felbukkannak, mint a tulipán, a madár, a rózsa vagy a szegfű. Ahol pedig éppen most állunk, ez a művésznő a magyar vallásos hagyományt, a népi vallásos hagyományt idézte meg. Tehát tulajdonképpen ez a szabadság azt jelentette, hogy mindenki szabadon gazdálkodott a teljes népművészeti merítésből. A szobrok elkészítésénél az alapfeltétel az volt, hogy bírnia kell az időjárást. Jöhet szél, jöhet eső, bármi, és ennek acélosan bírnia kell a viszontagságokat. Tehát olyan anyagokat használtak fel a művészek, amit a csuda se gondolna. Szikszalag, a kukászsák, a tetőfedőfólia, az olyan jellegű műanyag vagy műbőr, ami bírja a strapát, hogy úgy mondjam. Itt is látszik, mert ezek műanyag szalagok, amik alkotják. A ruhaszobrokat nagy méretűre tervezték, hogy monumentális látványt nyújtsanak szabadtéren is. Alapjuk egy különleges, összeépíthető drótszoknyaváz, ehhez kapcsolódnak a kirakati babák egyedi kombinációi. Mi szoktuk öltöztetni, meg a fejdíszeket a helyükre rakni, és van egy olyan rúdszerkezet, ami a baba fölsőt, meg a szoknyák összeeresztését össze tudja kötni. És akkor ez így fix. Az az igazi üzenet ennek a dolognak, hogy merjünk tulajdonképpen a saját értékeinkhez, tradíciónkhoz visszanyúlni, mert ettől vagyunk mi azok, akik, és nem csak a népzenével, de a viseleteinkkel és a többivel is érdemes ezeket a hagyományokat láthatóvá tenni, a külföldiek felé egyértelműen bemutatni, hogy ezek mi vagyunk, és a hazai közönség számára is, legyen az fiatal vagy idősebb.